Sziasztok! Ez a Pergamen Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban beszéljünk arról, hogy miket olvastam júniusban. Júniusban 14 könyvet sikerült elolvasnom, ebből sok volt a képregény, úgyhogy vágjunk is bele, mert mindegyikről szeretnék beszélni nektek. A legelső könyv, amit azonnal elolvastam júniusban, az a Visszaadott Lány. Donatella di Pietrantonio-tól, akinek ez az egy könyve jelent meg magyar fordításban, és nagyon-nagyon remélem, hogy még fog más könyve is, mert nagyon jó volt. Öt csillag. Ez egy nagyon-nagyon jó olvasás volt, és azt kell mondjam, hogy nagyon hasonlított Elena Ferrantéra, és hogyha nem birkóztok meg Elena Ferrantéval, akkor én ezt a könyvet ajánlom helyette, mert ez egy rövid könyv, egyébként nagybetűs, meg az egésznek a kialakítása szellős, szóval nagyon gyorsan lehet vele haladni, ez egy rövid történet, de nagyon olyan, mint Ferrente, mivel hogy mind a kettő szerző olasz, és mind a kettő egy női sorsot mutat be, itt egy kislányt láthatunk, akit kiszakítanak a családi környezetéből, és hirtelen oda kerül valami más egyéb rokonaihoz, akiket eddig nem ismert, és nem mondják meg neki, hogy ez miért történik, és nem mondják meg neki azt, hogy egyébként mi van az ő családi hátterével, tehát semmit nem tud, egyszerűen csak bele kell törődni ebbe az egészbe, és egy gazdag rétegből egy szegény rétegbe kerül, ami szintén egy olyan dolog, amivel meg kell birkóznia, mert nem ehhez van szokva, és nagyon-nagyon érdekes volt. Nagyon szívszorító ez a könyv, de szerintem nagyon érdemes elolvasni, nagyon jó témákat boncolgat, Nincs nagyon túl bonyolítva a cselekmény, de ettől függetlenül is nagyot tud ütni. Nagyon naturális ez a könyv, ahogyan ezt az olaszoktól megszokhattuk, tehát jelen van benne a szexualitás, az erőszak, a gyász, és mindezt egy tizenéves kislány szemszögéből látjuk. A végső csavarra meg egyáltalán nem számítottam, semmi ilyet nem vártam a könyvtől, és mégis tetszett, hogy szépen lassan kibogozódnak a szálak, és kiderül, hogy mi van itt a háttérben. És azt hittem, hogy mivel nagyon rövid, ezért majd hiány lesz utána, miután befejeztem, hogy ez, ez nem lett lezárva, ez egy kis betekintés volt, és így ennyi. De nem, szépen megoldódtak a dolgok, és szerintem a lezárás is nagyon-nagyon jó volt. Nagyon érdekes volt szerintem az, ahogyan egy egyke kislányból nővér vált, és lett egy kis húga, illetve lettek bátyjai, és hogy hogyan alkalmazkodik ehhez is, egy ilyen nagyon új környezetben. És ami a legérdekesebb ebben a könyvben, az az, hogy a kislánynak nincs neve. Nem semért kislányként emlegetem, egyáltalán nincs neve a főszereplőnknek, és higgyétek el, hogy ezt egyetlen egyszer se hiányoltam. Tehát egyszerűen olyan kapcsolatrendszere van, amiben furcsa lenne, hogyha a nevén szólítanák, és, és nem hiányzott az, hogy nincs neve, és ilyet már egyszer ugye láttam a Mendeli házasszonyánál, de itt ez nem is idegesített, és tényleg van, aki nem is realizálja, hogy nincs neve a főszereplőnknek, pedig nincs. És ez szerintem nagyon érdekes is. Ez is azt mutatja, hogy igazából ez bárkivel megtörténhet, nem kell megszemélyesíteni itt az embereket. Mindenképpen ezt ajánlom, hogyha szeretnétek Ferentét, akkor azért, hogyha pedig nem szeretnétek Ferentével próbálkozni, de szeretnétek olasz könyvet olvasni, akkor azért, mert más a gondolkodásmód, más a kultúra, és ezt nagyon-nagyon jól adja vissza ez a könyv is. A következő könyv, amit olvastam, az a Piranézi volt Susanna Clarktól, akitől még nem olvastam semmit, és ebbe is így vakon betettem bele magam, mivel hogy azt mondják, hogy úgy jó olvasni, hogyha semmit nem tudsz róla. Igazából annyit tudtam, hogy valami furcsa házban játszódik, ilyen labirintuszerű házban, és hogy lesz majd itt valami. Egyébként a borító alapján szerintem abszolút a Narnia az, amire asszociálunk sokan, és egyébként a történetben is sokszor éreztem magam ilyen Narniai hangulatban. Erre rá is játszik az író egyébként egy-egy motivummal, de amúgy semmi köze a Narniához. A főszereplőnk Piranézi egy nagyon-nagyon érdekes karakter, egy lényegében tiszta lap, amivel elindulunk, és az ő szemszögén és szemén átlátni a dolgokat, az embereket, a világot, ez nagyon érdekes, megjelenik benne a vallás, de ezt is ilyen tiszta lappal. Tehát, hogy nincsenek itt istenek, nincsen semmi, amit már megszoktunk és ismerünk, nagyon-nagyon sok szimbolikus dolgot bele lehet látni ebbe, ki mit lát bele. De nekem a legelső benyomásom az talán egy nagyon kicsit befolyásolhatja azokat, akik nem olvasták, szóval azoknak ez most áttekerni való. De hogy én abszolút azt hittem, hogy ez a Truman Show lesz, hogyha valaki ismeri a filmet, akkor tudja, hogy ott is követünk egy jóindulatú, tiszta embert, és egyszerűen azt éreztem végig, hogy igen, itt vagyunk Piranézivel, de biztos, hogy van Piranézi világán kívül valami, ami figyeli őt. És végig ez az érzésem volt, egyébként nem mondom azt, hogy ez beteljesült, meg hogy ez a Truman Show, egyáltalán nem, de hogy ha hasonlítgatni kellene, akkor ilyen gondolataim voltak egyből. Amit érdemes tudni, hogy ez egy napló regény lényegében, mert piranézi bejegyzéseit látjuk. Szerintem kétféle olvasó létezik, az egyik, aki semmit nem tud, belekezd, és aztán a falnak csattan, hogy ez mi volt. Ez voltam én, öt csillag egyébként a könyv. A másik az, aki belekezd, semmit nem tud, és azt mondja, hogy ez mi, mi, ez, ez egy nagy semmi. És csalódik, és amúgy mind a kettőt meg tudom érteni, mert a könyv első felében én végig úgy voltam, hogy ez, ez mi. Ez nem az, amire én várok. És aztán utána később ez átfordult, és nagyon izgalmas lett, és amikor már nem csak azt hallgattam, hogy piranézi, és hogy a kis világa, és a kis unalmas dolgai, amik történnek vele, mert hát nem sok akció van az ő életében, addig úgy voltam, hogy oké, okay, de mi lesz itt a lényeg? És nagyon türelmetlen voltam, de aztán a második fele, ez egy nagyon rövid könyv, az nagyon bepörgött, és sok mindenre választ kaptunk, Főleg azért volt jó, mert sokáig nem eresztett ez a történet, és sokáig gondolkodtam rajta, és ez szerintem jó, mert nagyon filozofikus volt ez a könyv, és azt éreztem, hogy ezen még gondolkodnom kell, még emésztenem kell, miután elolvastam, és ez tök jó. Ez mindig egy pozitívum a könyveknél, és ugye ez egy fantazi világ lényegében, de közben egyáltalán nem éreztem magam fantaziban. Annyira reális volt minden, és annyira kevés dologgal operált az írónő, hogy azt éreztem, hogy igen, ez itt a valóság, igen, itt, ez teljesen normális, hogy, hogy itt vagyunk Piranézivel, és, és így ennyi. Szóval semmi nem éreztem, hogy ez most valami fantasztikus világ lenne, ha meg kell ismernem az alap dolgokat, mert máskülönben nem tudok tovább haladni, és nem értek semmit. Szóval ilyen érzésem nem volt. Öt csillag. Jöjjön két képregény, az egyetemre mentem első és második része, ami a Panel kiadónál jelent meg, és van egy képregény kibeszélő a csatornán Estivel és Ákossal. Nagyon érdekes volt az a beszélgetés, nagyon sok mindent tanultam, és egyre-egyre jobban becsülöm a képregényeket, úgyhogy egyrészt elolvastam ezt a két könyvet, amit nagyon szépen köszönök Ákosnak, és mindjárt beszélek róla, de ezek után a hónap végén még egy csomó-csomó képregényt ledaráltam, amikről majd szintén mindjárt beszélek. Szóval először az egyetemre mentem könyv, könyvekről. Ezek nagyon tipikus képregények, csodálatos színes Képregények, nagyon rövidek, nagyon gyorsan el lehet őket olvasni. A történet az több fejezetre van osztva, egy-egy képregényen belül, de szépen összefüggnek, látunk három csajszit, akik egyetemisták, és hogy, hogyan érik az életüket. És van itt mindenféle probléma, és nagyon magunkra lehet ismerni benne, és hát nagyon aranyos volt, és mellengette a szívemet ez a történet. Mind a három csaj elég más, de mégis összehozta őket az élet egy koliban laknak, és nagyon aranyos, ahogyan támogatják egymást így is. Van itt szerelem, buli, fiúk, egy egyszerű nátha is nagyon jó sztorit tud kikerekíteni, meg az identitáskeresés, ami szerintem egy fontos téma, főleg egyetemen. Nagyon poénos volt az egész történet, és hát főleg azért tetszett, mert én is voltam egyetemista, meg kolis is nagyon sokáig, úgyhogy nagyon szimpatikusok és ismerősek voltak ezek a szituációk. A második részben nagyon-nagyon tetszett, hogy végre volt kimenetele az egyik szerelmi szálnak, látunk egy bulit, egy ilyen sulibált, téli szünetben, is azt írni az ember, hogy semmi nem fog velük történni, és mégis történik valami. Aztán jön a probléma a vizsgákkal, a tanulással, tipikus kolis dolgok, de még a vallás kérdésköre is belefért ebbe a részbe, és ez is izgalmas volt, vicces volt, és nem éreztem azt, hogy ez most egy ilyen felesleges filozofálgatás lenne. Nagyon tetszett, a, ha a barátaim nem fogadnak be, akkor ennek az egésznek lőttek. Gondolkodásmód, ami a fiúkkal kapcsolatos volt, ez is szimet melengető. Sok gondolat volt a párkapcsolatokról, különböző érdeklődési körök ütköztek ebben a részben, illetve megjelent a sorozat függőség, amivel nagyon együtt tudok érezni, és, és ez az összes téma megfért egymás mellett. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdés a képregények terén, de hogyha már sok képregényt olvastatok, akkor is szerintem egy nagyon jó kikapcsolódás, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen könyvek megjelennek itthon, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt elolvasni. A következő két könyvről már a Pride videómban beszéltem, amit nagyon-nagyon ajánlok nektek, mert most igazán aktuális, a Red, White and Royal Blue és a Szakállas Neptun. Teljesen véletlenül olvastam el két LMBTQ könyvet a hónapban, egyébként nem csak kettőt, hanem a képregényekben is voltak LMBTQ szálak, szóval elég sok ilyen történetet olvastam, és nagyon ráéreztem újra az ízére ezeknek, mert ez a kettő az eddigi legjobb LMBTQ témájuk könyv volt, amit valaha olvastam, mind a kettő öt csillag, de egyébként a képregények is öt csillag, szóval hihetetlenül jó volt ez a hónap, rengeteg öt csillagos olvasásom volt. A Red, White and Royal Blue-ról van kibeszélő Saci csatornáján, be fogom linkelni alulra, ahol 18 pluszos témákról is elég erősen beszélünk, mert ez egy New ödált kötet, ami nagyon-nagyon jó alapsztorival működik. Henry és Alex jön össze. Henry egy angol herceg, Alex pedig az amerikai elnök nőnek a fia. És ez nagyon-nagyon jó bonyodalmakat hoz ez az alapszituáció. Nagyon-nagyon aranyosak voltak. Imádtam őket, szurkoltam nekik. Nekem az egész nagyon tetszett. Egyszerűen Alig bírtam letenni, annyira izgalmas volt ez a könyv, hogyha cuki, meleg történetet akartok olvasni, akkor mindenképpen ezt ajánlom, de, mint mondtam, a Pride videómban is beszélek róla, meg nézzétek meg a live-ot, az első fele a spoilermentes, és szerintem nagyon jó kivesézzük ezt a könyvet. Nagyon örülök, hogy ezt lefordították és elolvashattam. A szakállas Neptunt pedig teljesen véletlenül azért vettem meg, mert a magvető kávizóban voltunk, és úgy gondoltam, hogy nem jöttek el nélkül, és ezt láttam meg, és hát már ezt is nagyon sokat láttam a booktubereknél, úgyhogy arra gondoltam, hogy jó, elolvasom. Ez egy novellás kötet Nádasdi Ádámtól, akit én egyébként is nagyon szeretek, és nem csalódtam, öt csillag, nagyon jó novellák voltak benne, egy sem volt, ami hidegen hagyott volna, meleg történetek ezek is, mivel Nádasdi Ádám is az, és nagyon jó és érdekes szituációkat mutat be melegekkel kapcsolatban, nagyon sokszínű, úgyhogy ez is egy olyan alapmű, amit nagyon szívesen ajánlok ebben a témában. Aztán jött az Állatok Érzelmi Élete Péter Volébentől, akitől ugye már a Fák Titkos Életét is olvastam. És akkor gondoltam, hogy hát ezt mindenképpen el kell olvasnom, az Állatos Könyvet is, de egy nagyon-nagyon picit csalódott voltam, mert hogy nem igazán adott sok újdonságot. Mondjuk nem tudom, miért gondoltam, hogy a fákról semmit nem tudok, és annál hatalmas információval gazdagodom olvasás után. Az állatokról meg sok mindent tudok viszonylag ezek szerint. És, és hogy miért vártam nagy csodát? Mindegy. A lényeg az, hogy ő ugye egy német író, tehát ő nyilván az európai dolgokról beszél, és főleg az európai állatokról, ezért olyan állatokról, amik nálunk is simán megtalálhatóak bárhol. És hát az a helyzet, hogy én azt vártam, hogy mint ahogyan David Attenborough, hogy majd beszélünk itt nagy testű állatokról, meg fontos, furcsa állatokról, kihalófélben lévő állatokról, meg minden ilyesmiről, de nem igazából az érzelmi életét az állatoknak, meg a kicsit elrugaszkodott elméleteit, hogy az állatok éreznek-e fájdalmat, milyen szülők, milyen a viszonyuk a gyerekeikkel, meg minden ilyesmit, félnek-e, fáj nekik bizonyos dolog, Szóval mindenfélét, ami az emberekkel is megtörténik, azt vizsgálta, hogy mennyire van érzelmi élete az állatoknak, tehát, hogy azért nem volt meglepő ez a könyv, mert nekem ez alapvető gondolkodásmódom, módon, hogy az állatok mindezzel meg vannak át, amivel, amivel mi. És hogy nem csak. És ez a könyvnek a legfontosabb alaptétele, hogy nem csak ösztönből cselekednek, és nem csak ilyenek miatt, hogy éjség, meg az ösztön, hogy megmeneküljön, meg mit tudom én, hanem gondolkodnak is, és ezt olyanokkal példázta, hogy mondjuk van, amelyik állat lop, van, amelyik állat például a kismókus anyuka addig cipeli a kismókusát, amíg nem talál neki kaját, vagy bele nem hal. Meg még, szóval, hogy ezekkel példázta azt, hogy az állatok ugyanúgy gondolkodnak és éreznek, mint az emberek, és nem csak ösztönből, hanem szabad akaratukból, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt nektek ez az alaptétel. Falusi lányként nőttem fel, nagyon-nagyon sok állattal körülvéve, az összes állat volt már körülöttem, ami Péter Volében körül is van a kis farmján, és ezért nekem ez a megfigyelés, ez így alapvetővé tette ezeket a dolgokat, és ezért nem volt annyira meglepő. De egyébként nagyon jó volt ezekről olvasni, meg ezt így összeszedetten látni. Úgyhogy emiatt négy és fél csillag lett, mert egyébként ugyanúgy jó volt olvasni, meg érdekesen ír, meg jó dolgokat szeret össze az író. A az infókat szépen összekapcsolja a fás könyvnek az infóival, szóval, hogy egy nagyon kicsi megjelenik itt is, de itt már szerintem nem ismétli úgy önmagát az író, mint a fás könyvben, szóval ez tök jó. Itt már nem láttam azt, hogy ugyanazt olvasom újra és újra. És azért sem volt annyira megdöbbentő ez a könyv nekem, mert vannak nagyon érdekes dolgok az állatok Pázási szokásairól, szerelmi életéről, amit az Állatok szerelmi élete című mesekönyvből, vagy hát nem tudom, ismeretterjesztő mesekönyvből, én már tudtam. Tehát ami nagyon izgalmas volt ezekkel kapcsolatban, azt már tudtam a másik könyvből, de egyébként ezt is érdemes kézbe venni abszolút. A következő könyv az a 7 éva, a közös könyvünk, amit Hú, nagyon sok időbe telt elolvastam, ez egy 850 oldalas könyv, egy féltégla, de azt gondoltam, hogy az időgyermekei után nem fog ki rajtam egy skifi, és bár még nem olvastam Neil Stevenson-tól, de azt gondoltam, hogy ez pontosan ugyanolyan lesz. Nem az volt. Az a helyzet, hogy a férjem kedvenc könyve a hét éva, és egyszer már elmesélte az egész történetet, de semmire nem emlékeztem, csak a hét évára belőle, ami a címből is egyértelmű szerintem. És nagyon-nagyon régóta szeretné, hogy elolvassam, és arra gondoltam, hogy jó, a Fumax az úgy sem volt még, és akkor ez egy nagyon jó skifi választás lesz, úgyis szeretem a skifiket. Uh -huh. Nem ennyire. Az a helyzet, hogy ennyire hardcore skifi olvasó nem vagyok, mint ami kell ehhez a könyvhöz. Az a helyzet, hogy az első 300 oldal annyira untatott, hogy még hangoskönyvben is letöltöttem, hogy majd lehet, hogy inkább hallgatom, de mivel csak angolul volt hangoskönyvben, ezért aztán arra jutottam, hogy ezt nem fog menni angolul ez a könyv. Mert az a legfőbb dolog, amire fel kell készülni ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy nagyon sok benne a technikai leírás, és tudom, hogy ez egy hozzá hozzátartozik, de nem mindegy, hogy ez milyen mértékű. Mert az, hogy konkrétan belekezdünk egy párbeszédbe, és két mondat után megszakítja ezt az író azzal, hogy három oldalon keresztül magyaráz valamit, ami egy nagyon kicsit, vagy valamennyire kapcsolódik a beszélgetéshez, és aztán visszatérünk a beszélgetéshez, az engem kikészített. És ezt nagyon sokáig így csinálja, és nagyon sok ilyen leírásnak semmi értelme, már mit nyilván van értelme annak, akit ez érdekel, de hogy a későbbiekben nem mindegyik ilyen infóra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, ha mondjuk valami technikai probléma adódik, vagy ilyesmi. Na de az alaptörténete egyébként nagyon izgalmas, arról szól, hogy a Föld úgy pusztul el, hogy a hold darabokra robban, és... Eljön a kemény eső, ami olyan aszteroida esőt jelent, ami kipusztítja a Földet. És akkor próbálnak erre felkészülni, nyilván felküldenek embereket az űrbe, de néhányan úgy gondolják, hogy talán megmenekülhetnek a Földön, mert hogy egyszerűen nem tudnak-e annyi embert felküldeni az űrbe. Úgyhogy néhányan elbújnak a Föld alá, néhányan meg a vizekbe menekülnek és hát kipusztul az egész föld, és utána látjuk, hogy az űrben élő emberiség az hogyan próbál túlélni. Nyilván az emberi tényező az, ami mindig elromlik. Hamarabb, mint a technológia, az emberi tényező mindig csinál valamit. Na és akkor a 300 oldal után, amit végig szenvedtem, utána annyira beindult ez az egész, ez az űrkolónia, ez a, a bárka, amit, a felhőbárka, amit megépítenek, és az, hogy hogyan tudják megoldani azt, hogy legyen elég energiájuk a Jümir expedícióval, amit azért hívok Jümirnek, mert az Attakon ben van egy jímír nevű szereplő, de úgy imír, itt valószínűleg, de ugyanúgy írják, és nagyon érdekes, mert kiderült, hogy mit jelent a jímír, és hogy így tökre van értelme az Attakon ben de mindegy. Egyébként van benne egy Ziki, vagy Zik, nemű szereplő, Zeke, aki szintén van az on titan szóval furcsa volt. Na és akkor az a lényeg, hogy látjuk az egyik expedíciót, a Jumir expedíciót, és látjuk a felhőbárkát, ami az Izzivel van összekapcsolva. Az Izzi az alapból is az űrben lévő űrhajó volt, még minden előtt, és akkor ehhez próbálják hozzáépíteni a felhőbárkát, amiben az emberiség van, meg az emberiség DNS-ét, meg mindennek a DNS-ét, meg mindent eltároltak, amit csak bírtak. És akkor így eldegélnek, és hát jönnek a problémák, amikről nem fogok beszélni, de ez mind nagyon izgalmas volt, repültek a lapok, nagyon élveztem. A technikai rész háttérbe szorult, nem volt sok magyarázás, hanem voltak rendes párbeszédek, meg minden. És aztán utána ö, jött egy ö, végülis politikai probléma az emberiséggel kapcsolatban, ami szerintem tök érdekes volt, és nagyon idegesítő, de teljes mértékben hihető. Úgyhogy ez a része is tök jó volt. És a harmadik része az 5000 évvel később játszódik. És akkor így néztem, hogy az utolsó 250 oldal az 5000 évvel később játszódik a Földön. És hogy mi van, amikor egyébként a második rész vége az nagyon jól zárult, nagyon érdekes volt, és úgy éreztem, hogy oké, okay, kifutottunk valahova. de Utána jött ez a rész, és a férjem is mondta, hogy ó, hát akkor már mindjárt vége, hogyha már ennél a résznél vagy, és mondtam, hogy ez még 250 oldal, hát ez még egyáltalán nem a vége, hanem ez egy külön történet. És tényleg az volt, és bevallom, hogy ez a rész annyira nem érdekelt. Mert akiket követünk szereplők, azokat nem ismertem, nem kötöttem hozzájuk, és nagyon sokat elvesz ennek a résznek a történetéből az, hogy visszaemlékezünk, hogy ahol abbajtuk a második részt, 5000 évvel ezelőtt, ott hogyan folytatódtak a dolgok, és én inkább erről olvastam volna szívesebben jelen időben, mint, mint erről az új világról. Ami egyébként érdekes volt, hát ez hatalmas spoiler lenne, hogy erről elkezdenék beszélni, de az a lényeg, hogy a legvégén nekem tetszett az, ami kialakult a fajokkal kapcsolatban, amúgy pedig megint utána elkezdett abba átcsapni, hogy mi most ismertetjük veled ezt a világot, és emiatt egy csomó leírást kell végig szenvedned, és ez mindez azért volt, mert leírja a végén a szerző, hogy ö, igazából a, amit leír, az mind hiteles legyen, és tudományosan megalapozott legyen, és valóság legyen, tehát a férjem mondja, hogy körülbelül minden megvalósítható, ami ebben a könyvben van a valóságban, hogyha bejönne itt a világ vége. A harmadik részben azért nem hiszem, hogy minden megvalósítható, de hogy amúgy én ezt értem, és hogy ezt azért kellett ennyire leírni, mert az író ezzel foglalkozik, és mert azt akarta, hogy ne tudjanak belekötni a munkatársaim meg, akik hozzáértenek, de nekem ez akkor is rengeteg volt, sajnos, a könyvben. Úgyhogy az alap az tök jó volt, a 7 éve koncepciója az zseniális, egyszerűen imádtam. Ez egy nagyon-nagyon jó -nagyon viszont tényleg hardcore skifi olvasóknak ajánlom, mert különben unatkozni fogtok sok technikai információ leírásakor, még az alapsztori az tök érdekes és nagyon izgalmas. Úgyhogy három csillagot kapott tőlem. És akkor a 7 évát levezetvén elolvastam egy csomó képregényt még így a véghajrában. Az egyik a Waves volt, amit ezt ajánlott, és miután Szanna sírt rajta, és Matilda sírt rajta, arra gondoltam, hogy jó, akkor jöjjön. Ez egy nagyon rövid képregény, 400 oldal sem, és igazából egy leszbikus párról szól, akik gyereket szeretnének vállalni, és hát miután mondtam, hogy sírtak rajta, elképzelhetitek, hogy tragikus végkifejletei vannak a történetnek, tehát nehéz nekik a gyerekvállalás, nem igazán jön össze. És mindezt nagyon szépen szimbolikusan mutatja be a képregény, a színeivel nagyon-nagyon jól játszik, ezen kívül magával a Hullámok, ami vagy ez a címe, és a tengerbe fulladással, ö, ezt összemosva a menstruációval, ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Négy és fél csillagot kapott, az egyetlen dolog, ami miatt egyszerűen nem tudtam se sírni rajta, se igazán ö, beleadni teljesen magamat a történetbe, az az volt, hogy végig azon gondolkodtam, hogy miért nem vállal a másik nő gyereket, mivel ha két nőről beszélünk, akkor mind a kettő. Ki tudja próbálni a terhességet, és hogyha az egyiknek nem jön össze, akkor a másik miért nem ajánlja fel, hogy megpróbálja ő kihordani a közös gyereküket? Egyszerűen ez engem idegesített. Persze ennek akármilyen oka lehet, hogy nem ajánlotta fel, de mivel erre nem tértünk ki, ezért engem ez idegesített. Aztán a végén leírja az írónő, hogy ez a saját történetéből kikerekedett képregény, és igazából nem akart hatalmas életigasságokat megfogalmazni, meg nem akart itt egész. Életet bemutatni, szóval ez tényleg csak egy kiragadott epizód, amit nagyon nehéz volt megírnia, és én nagyon örülök, hogy megírta, mert ez egyébként is egy nagyon sajnos, nagyon gyakori és fontos probléma. Meg ezt úgy bemutatni, hogy egy leszbikus párnál történik, meg bemutatja azt, hogy semmiben nem másabb, mint hogyha egy heteropárnál történne ilyen meg. Úgyhogy ez egy nagyon szép történet, mindenképpen ajánlom, hogyha bírjátok ezt a témát. És akkor utána. Gondoltam, ha már a scriptre feliratkoztam, és elkezdtem az ingyenes hónapot, akkor szétnézek még, és akkor természetesen rátaláltam a oh, Heartstopper-re. igen. Most akkor beszéljünk erről. Mind a négy részt ledaráltam, nagyon gyorsan, pedig összesen ez a négy rész több mint ezer oldal, szóval, hogy képregény ide vagy oda, azért kigúvat a szemem, mire végigolvastam, pedig Oh, nagyon jó volt, és, és egy pillanatra nem akartam lerakni. Ez egy meleg párról szóló történet, két fiúról, akik megismerkednek a suliban, egy fiú suliban, és Charlie bevallott a meleg, míg Nick, ő igazából csak a barátja akar lenni, és barátkozik vele, és aztán hamar rájön, hogy ez nem csak ennyi, és kiderül, hogy ő bisexuális. Nem nagy spoiler, az első könyvben ez már így, nagyjából kikörvonalazódik, meg hát muszáj vagyok ennyit elmondani, hogy tovább tudjak róla beszélni. Szóval az első rész az lényegében arról szól, hogy ők hogyan ismerkednek össze, és hogy milyen kis lovagias dolgok mennek a végbe, meg mennyire cukik, és hogy ez azért átlépi a barát határt, pedig semmit nem csinálnak. Nagyon-nagyon szép ez a képregény, szép ránézni is, meg nagyon szép a történet is annyira drukkoltam nekik, és annyira türelmetlenül vártam, hogy összejöjjenek, és csókolózzanak, és ah, nagyon szép volt, lesz belőle egy Netflix sorozat, amit én rettenetesen várok. Szóval ez egyébként egy nagyon-nagyon elismert uh, képregény, a 14. legjobb képregény a maiok szerint, 82. legjobb ifjúsági könyv, és a 98. legjobb romantikus könyv. Én egyszerűen imádtam, nagyon uh, Red White and Royal Blue érzésem volt, csak ők a nyugodtabb típusú pár, akik egyszerűen csak úgy össze vannak bújva, és hát pontosan ugyanolyan dolgokat csinálnak, mint a heteró párok, szóval semmi durva, meglepő, vagy nem tudom, útonító nincs benne, egyszerűen imádtam őket, minden kis pillanatukat, minden kis beszélgetésüket, és az Alex Harry páros ezzel szemben egy sokkal hevesebb, egy utállak állapotból kialakuló szerelmi kapcsolat, szóval azért az más, de ők is nagyon cukik ez volt az első rész, és hát annyira függővéges volt ez az első rész, hogy mondom én nekem ezt azonnal tovább kell olvasnom. Öt csillag volt egyébként, és aztán a második rész az már nagyon sokat halad. Igazából egy nagy beszélgetés az egész, hogy tisztázzák, hogy akkor most mi is van közöttük, és hogy aztán Nick is tisztázza a környezetével, meg magával, hogy mi is van vele. És ezt kedvencnek is jelöltem. Azt hiszem Matilda-nak is ez volt a kedvenc része, megértem. Nagyon-nagyon aranyos volt. Annyira megmelegítette a szívemet, hogy egyszerűen azonnal újra akarnám olvasni. De tényleg. Úgyhogy valószínűleg még a Netflix sorozatig, ami jövőre jön, lehet, hogy újra fogom olvasni ezeket. Nagyon-nagyon tetszett. Ö, imádtam azt, hogy Nik milyen kis védelmező típus. Imádtam azt, hogy Charlie mennyire bizonytalan, és hogy mennyire szerelmes. A harmadik részben mondják azt, hogy ö, annyira megszállottan szerelmes volt Nickbe, mint az alkonyatban, lényegében Bella Edwardban. Szóval nagyon-nagyon jó volt. A harmadik rész az, az is öt csillag lett, az Párizsban játszódik, egy ilyen sulis kiránduláson, és hát azért itt is adódnak olyan szituációk, ami forróvá teszi a hangulatot, de egyébként ez egy, hát szerintem Yangadá történet, tehát ezzel azt akarom nektek mondani, hogy nincs benne szex, szóval nyugodtan olvashatjátok, hogyha ez titeket esetleg zavarna. És ebben a részben már bejönnek komoly problémák. És ezt is nagyon-nagyon szerettem. Itt is még fontos kérdés az, hogy coming out a pár, meg négy külön is, meg ilyen problémák vannak, de bejönnek mentális problémák, és bejön az anorexia, mint probléma, és ezek olyanok voltak, hogy a képregény az kiírta, hogy most erről lesz szó, és hogyha ez téged nagyon zavar, akkor akkor ne olvastad ezt a részt. És ez nagyon kedves. Ez is mutatja, hogy mennyire kedves ez az egész képregény sorozat. Én a negyedikre mondanám azt nektek, hogy nagyon durván lehoz az életről. Szóval, hogyha titeket zavar az étkezési problémákról szóló rész, a mentális egészségről szóló rész, az nagyon-nagyon-nagyon erősen meg fog jelenni a depressziós lényegében a negyedik részben. Mert olvastam volna tovább, és akkor a negyedik rész az már lényegében csak erről szól, és annyira lehozott az életről, és annyira sajnáltam őket, hogy úristen, ez a cuki pár, és hogy ezt kell átélniük, hogy ez fú, nagyon durva volt. A negyedik résznél levontam félcsillagot, négy és félcsillag lett, mert egyszerűen nem bírtál a szívem, hogy ezt ebben a környezetben olvassam ezeket a problémákat. És ezért nagyon félek a befejező résztől, ami az ötödik lesz, de még nem jelent meg, jövőre fog. Remélem, hogy legalább megoldódik valamennyire ez a része a történetnek, mert túl sok volt nekem ez a negyedik részben, ez a szomorúság, egyszerűen nem bírtam el. Úgyhogy ezt nagyon sajnáltam, de persze tökre megértem, hogy ez itt van, mint probléma, és jól is mutatja be ezt, csak hát mm, ahhoz képest, hogy az első rész mi volt, a negyedik az teljesen más, és fú, én csak annyit szeretnék mondani Esztinek, hogy köszönöm ezt az élményt. És akkor a leges ami belefért a hónapomba, az az Attack on Titan negyedik része volt. Még kettő részt kell elolvasnom egy kihívás miatt, de nem volt hozzá kedvem, most meg a képregények miatt újra megjött a kedvem, és hip-hop ledaráltam ezt a negyedik részt, ami négy és fél csillagot kapott, mert hát főleg visszaemlékezésből állt. És ezért sok mindenkinek nem tetszett, mert hogy nem ezt akarjuk, a jelen akarjuk, és a jelen problémáit, tökre megértem. De nekem érdekes volt a kiképzésük, amire visszaemlékeztek ebben a részben, mert ezekre én már nem emlékszem az animéből egyáltalán, úgyhogy jó látni, hogy honnan indult ki egy-egy karakterünk, érdekes volt ezt olvasni, de én is igen azt várom, hogy beinduljon az akció, és a következő részben Levi Hatter története lesz előtérben, ami azért elég jó, úgyhogy a két részt azt még valószínűleg ebben a hónapban el fogom olvasni, és akkor ennyi, aztán lehet újra nézzük az animét. Ezek voltak, amiket elolvastam a hónapban, ez egy nagyon jó hónap volt, azért a legtöbb könyv az nagyon 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 tetszett. Ennyit szerettem volna már. Sziasztok!